Amikor megkérdezik, hogy mit szeretek a videózásban a legjobban, legszívesebben vagy ezer dolgot mondanék, de végül mindig azt mondom, hogy a legjobb az, hogy a videózás által ismertem meg azokat az embereket, akik most legközelebb állnak hozzám. A szerelmemet Klaudiát, a legjobb barátnőmet Barbit, az egyik legjobb barátomat Attillát, illetve ott van Ágica és Katica, akik a nézőim voltak, most pedig közeli barátaim. Szerettem volna még közelebb kerülni azokhoz az emberekhez, akikkel az előző közönségtalikon ismerkedtem meg, itt támadt egy ötletünk Klauval. Mivel a nyáron megnyertem a Mastercard által rendezett versenyt, amit a Volt Fesztiválon tartottunk, így volt lehetőségem egy álomprojekt megvalósítására, amit a Mastercard finanszírozott. Így azt találtuk ki, hogy rendezünk az érti házunk udvarán egy Hawaii tematikájú házi bulit, ahova a nézőimet hívom meg. Na megjöttünk Érdre, bocsánat a hangom miatt, a szigeten kicsit berekedtem. Nézzétek meg, hogy itt lesz a buli, ugye itt az Érdi háznál, hátul ott szoktunk bulizni, és mint látjátok, itt mindenféle dzsumbuj van, mert anya imádja ezeket. Itt van a medence, ezt még majd takarítjuk. Illetve az első tennivaló, hogy jó régi 10 éves műfüvet felszedjük, és csak a buli miatt vettem új műfüvet. Hello! Na, és most megvárjuk apát, és együtt lerakjuk ezt a műfüvet. Apa vett a műfűhöz szögeket. Szerintem ez még kicsi, apa. Na, készen lettünk a műfűnek a lerakásával. Sokkal nehezebb volt, mint hittük, de egyébként annyira szép. Rá sem lehet ismerni az udvarra, nézzétek meg, milyen gyönyörű. Itt voltak a kritikus pontok, nagyon nehéz volt lerakni, de ügyesek vagyunk. Köszönöm szépen, csajok, hogy segítettetek. Na, itt vannak a grill dolgok, ezek kellenek. Hát 15 emberre, szerintem hozzuk ezt az egész hűtőt. Elengedhetetlen kelléke egy bulinak a sok-sok WC-papír, ugye? Tapasztalat. Ismeritek azt az effektust, mikor valamit a kosárba raktok, aztán rájöttök, hogy mégsem kell nektek, és itt a random helyre lerakját. Egyszer volt olyan, hogy egy pingpongasztalon találtunk egy kiló csirkét. Na, megnézem, hogy veszed le. Na, azzal is szenved. Anyu. Asszony! Ez mi, Klaudia? Cukorka? Chili paprika. Ne nyújj hozzá, kimarjasztanak. Oké. Pildi avocado. Wow, it's an avocado. Guacamole vagy guacamole? Mi történik? És még át kell menni egy másik szupermarketbe. Szuper. Na, befért az összes cucc. Ügyesek voltunk. Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside.
Now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back. Somebody stole it and put it in your head. Szerinted meg... Majdnem megállt. De ennek nem kéne megállnia? Csóri! Na most az történik, hogy végeztünk nagyjából a díszítéssel, meg mindennel, beraktam egy jó kis Hawaii zenét, mindig így mondom, és a csajszik pedig kipróbálják a medencét. Na milyen? Nagyon meleg! Jó, 30 fok! Itt magasabb! Ott magasabb! Hogy bicsakod a kocsit? Mekkora levegőt vett? Az új műfő! Eljött a nagy nap! Nem volt már sok dolgunk, csak megcsinálni a káposztasalátát, a gyümölcssalit, és helyre tenni mindent, és várni a vendégeket. Készültünk mindennel, megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki az udvar. Nem. De azt elmesélem előtte, hogy kétszer idegösszeroppanást kaptunk, mert, vagyis hát legalábbis én, mert hogy először is jött egy hatalmas nagy fekete felhő, de szerencsére nem esett az eső, utána fél órára elment az áram, semmi baj. Aztán, és akkor megmutatom nektek először a medencét, amit csak a bulira töltöttünk fel, vagyis a szüleim. Innen is köszönöm szépen nekik, és ők takarították ki. Hát ez a fa, ezt én arra számítottam, hogy ilyen emberméretű lesz, és hogy majd így megáll a vízben. De nem baj, jó lesz ez. Ez mekkora? Ez nem ukulele? Ukulele, de elköszönöm. Köszönöm. Itt látjátok, van kettő, itt, meg itt. Ez az Inez ötlet volt, hogy így csináljuk, hogy ide akasztjuk, szerintem tök jó. Come with me. Húha. Ez nagyon kínos ez a futás. Apa már előre megcsinálta itt nekünk a mágiarakást, ezen vitáztunk Maklóval, hogy szerinted csak a süteményt hívják mágiarakásnak, szerintem meg ezt, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy szerintetek... Ez egy farakás. Mágiarakás, erről nevezték el a sütit, na mindegy. Értem, akkor itt lesz majd mindjárt tűz, akkor vannak itt nekünk ananászok. Itt van egy nagyon ideges Claudia, aki próbálja a mobilnetet megszerelni. Itt fogunk ülni, itt láthatjátok, ilyen műleveleket raktunk le, meg mindenféle ilyen Hawaii dolgot, szerintem nagyon-nagyon jól néznek ki, és majd itt lesz gyümölcssaláta, káposztasaláta, rengetegféle húsi, és akkor még itt vannak kis díszítések. Indulhat a most be kellett volna ugranom. Ugorj! Nem, nagyon hideg. Na megérkeztek az első áldozatok! Aloha! Sziasztok! Gyertek bejjebb! Sziasztok! Hello! Igen, nézzétek meg őket, ugye mondtam mindenkinek, hogy Hawaii-osan jöjjön, döme is mekkora jó, nagyon jó ez a póló, hogy mi az ing. Na megjött a második adag ember, úgyhogy engedjük is be őket, nagyon viccesen nézek ki. Hello! Aloha! Sziasztok! Gyertek be! Egy, két, ha!
Ez az, ez már jobb, szexi kém. Na gyertek! Hello! Ricsi! Ricsi! Opa! Na megjött a Márti is, összeszedjük. Aloha! Úristen, mi van nálad? Jézus! Aloha! Sziasztok! Eddig hogy érzitek magatokat? Na és gondoltam, hogy nagyjából mindenkit bemutatok nektek, mert... Főleg olyan embereket hívtunk, akikkel már többször találkoztunk, és ismerjük egymást. Szóval itt van velünk Viki, Láng Viki, akit nagyon szeretünk. Hányszor találkoztunk már? 5 hónapja, de nem tudom. 5 hónapja? Non-stop, folyamatosan. Egyébként a legtöbben, akik itt vannak, azokkal ilyen mozis, nyereményjátékos, igen, közös mozizáson találkoztunk. Instagramot nézzétek, mert sűrűn vannak ilyen mozizások. Kittivel nagyon vicces, mert képzeljétek el, hogy múltkor egy mozizáson 10 percet beszélgettünk, és úgy voltam vele, hogy mindenképpen meg kell hívnom ezt a csajszit, mert annyira mély benyomást hagyott rám, tett rám, és nem emlékeztem a nevére, úgyhogy kiírtam Instára, hogy ki volt az a csajszi, aki adott nekem egy unikornis kitőzőt, és akkor írt a Kitti, úgyhogy nekünk még beszélgetni kell, hogy megismerjük egymást, de nagyon-nagyon cukinak tűnik Kitti, és hát Ricsikém. Ricsi, hány éve ismerjük egymást? 2? Ricsit már azért barátomnak tekintem, nagyon szeretem a Ricsit. De tényleg ilyen jó szívű fiúval ritkán találkozik az ember. Ugye csajok, fiúk, lányok? Én is köszönöm, hogy itt lehetek, Marian, és hogy igazából ilyen tartalmat gyártasz nekünk a YouTube-ra, és hogy egy ilyen szemét megismerhettünk a videózásában. De van már! Mi is már kb. 3 éve ismerjük egymást. Borókával. 2016 november itt lejött. Hogy tudod. Na így kell. Igen. Mátika. Te emlékszel? Igen, 2017 november 13. Ejj! Márti egy iszonyatosan laza csaj. Nagyon-nagyon szeretem. A Hawaii Isten. Csak egy éve is nincs. Többnek tűnt. 1000 éve is. És hát őt is láthattátok a telekomos videóban. Meg engem is. Gréti. Alexának a Starbucks-os szemináriumán találkoztunk. Ti voltatok a meglepetés vendégek. Tényleg. Nem vicces lesz a videóban, csak egy nyelvet. Na, a lényeg, hogy mindenki, köszönöm, aki itt van, nagyon-nagyon szeretem őket, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha egy videós megismeri jobban a nézőit, mert én ezért videózom legfőképpen, hogy egyébként nagyon rossz vagyok barátkozásról, és így könnyebb. Úgyhogy... Hey! Pont jókor jött ez az! Úgyhogy akkor csapassuk! Hey! Hello! De ügyes vagy, kislányom! Jaj, de ügyes vagy! This feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Az igen!
csillagok. Mi van a mondjátok el nekem? Nem csináltam semmit, a már merre jársz? Hol lehet? Most a kedvesem. Egyszer te is hazatalálsz. Egyszer én is hazatalálok. Pam, pam, pam. Csak a Borókai nekem jó szólamban. Sziasztok! Yeah. Hello! Itt vagyunk. A vonalban Boróka, Kitty. És Döme. Átvettük Marisnak a csatornáját. Nagyon jó a buli eddig, és imádjuk, és minden nagyon jó. Igen. És most birpongozni fognak a csajok. Hatalmas harc lesz itt, úgyhogy nézzük is meg. Mindig én jövök. Meg lesz. Mondva, hogy meg lesz. 3-4 volt öntve. Az a csöntetjük. Majdnem. Ez a jó! Tesóm. De van videó. Mondva. Srácok, meséljetek a reggeli állapotok. Márti. Nagyon jó. Magnifico. Fogadást így csápolj csak. Jó, Istenem. Nem kell. Szendvics a kezével. Aj, hallod, Maria, te mire ezt megnézed? Ja, már nem leszek itt. Megcsináltam egy ilyen kenyérkét. Azt nem bírom megenni, érted életet. Nem tudom, hova nézek, magamat vagy ezt? Aj, hallod, Barbie felkeltett engem erővel. Tudod, mint nagyon jó volt ez az este. Nagyon jó volt, nagyon köszönjük szépen. Hova nézek? És rájutszok, kiletkezik 10, valaki elítse le a felvételt. Gréti fotós és a bulin készített pár gyönyörű képet, szóval amíg kiköszönök, addig csodálhatjátok ezeket. Összegezve a buli nagyon-nagyon jó volt, életem legjobb házi bulija volt. Sosem voltak még ennyire kedves, hálás vendégeim. Nem tudom elégszer elmondani, hogy mennyire örülök, hogy megismerhettelek titeket. Mindannyiótok különleges, tehetséges, okos, vicces, de a legjobb tulajdonságotok, hogy hatalmas szívetek van. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy ennyire fantasztikussá varázsoltátok a napomat. Illetve köszönöm a Mastercardnak, hogy támogatta ezt a videót, és létrehozhattam az álomprojektemet. A videó végén azt láthatjátok, ahogy a többiek titokban csináltak egy felvételt, míg mi Klauval aludtunk. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett és szeretnétek még hasonlót, akkor dobjatok egy lájkot, és hamarosan jövök a következővel. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük ezt az egész bulit, amit megszerveztetek nekünk, és nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy 1000 puszi! Köszönjük! Köszönjük.